Üdvözlök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mivel többen kérdeztétek, hogy ezt a lustasági megoldást milyen ragasztóval ragasztom fel a fára, ezért fontosnak tartom, hogy ezt bemutassam, mert tényleg az egész faragásban nekem ez az átindigózás a legunalmasabb, leglélekülőbb feladat. Tehát veszem ezt a ragasztót, nagyon vékonyan, ennyire csak, alig-alig. Befújom a papírt is. Vigyázva, hogy teljes felület legyen, mert ha valahol nem kapott, akkor ott hamar elereszt. Várunk egy picit, amíg megszárad, oly módon, hogy a kezünk hátához már nem ragad. Ezzel így gyorsítom a száradást. És ez már nem ragad. Feljelöltem itt a pontot. És szépen rásimítom. És ez nagyon stabilan odaragad. Ez már egy rég tetsző minta, már rég kacérkodom vele, hogy ki kellene faragni. És most, hogy az égfaragásról írok, itt az ideje, hogy ezt be is mutassuk. Követem a minta mélységét, ott mélyebbre mentem, itt is mélyebbre megyek, ahol nem szükséges, ott nem megyek, itt nem megyek olyan mélyre. És ha jól dolgoztam, akkor kiesik a forgács. Itt még egy picit mélyebbre nyomom. Én ezt most egy picit megnagyítottam, az eredeti minta egy 30%-kal kisebb, csak a jobban láthatóságért nagyítottam ki. Én itt ezt a mintát nem választom le, mint az eredeti rajzon. -45 fokba tartom a kést, tehát folyamatosan ferdevágás, amit alkalmazok. Ahhoz, hogy ez szép legyen, igyekezzünk egy íves, szép mozdulattal megoldani. A szál irány ugye itt közbeszólt, és kitisztítjuk az alját, hogy szép legyen. Tiszta legyen az alja, ez fontos. Mindig olyan pozíciót veszek fel, ahonnan a legkényelmesebben be tudom venni a rámváró kanyart.
öröm nézni, hogy a forgács kunkorodik ki. Ezért jó a hársfa, és ez az előnye a kétkezes késnek. Na, így néz ki, ezt ki fogom faragni kamera nélkül, majd a kamera előtt lecsiszolom és megmutatom, hogy milyen lett. Tehát akkor dolgozom jól, ha kijön szépen a forgács és tiszta marad a felület, és még az ilyen apró kis egyenetlenséget is kitisztítom. Ezt még utána meg is szoktuk kefélni egy gyökér kefével. Na, ez is egy égfaragás.